Nagy volt az érdeklődés az agrárközösség kalocsai irodájában megtartott öntözésügyi fórumon. Kalocsai és környékbeli gazdák informálódtak a lehetőségekről, ugyanis aszály tombol a földeken, mely komoly problémát okoz. Az időjárási viszonyok olyanok, hogy itt az Alföldön tavaly augusztus óta érdemi csapadék nem esett. Itt az öntözés kiemelt szerepet fog kapni most is, már, illetve a jövőben is. Tehát mindenképpen próbálni kell alkalmazkodni a gazdálkodóknak ezzel az éghajlati viszonyokhoz, és a legaktuálisabb információkat szedtük össze, itt a környezet, itt a környékre vonatkozólag is, illetve a pályázatra vonatkozólag is, illetve az engedélyeztetési eljárásról van szó egyébként. Általánosságban 40-50%-kal nőhet a termés átlag, ha a föld öntözve van, mely elsősorban a szántóföldi zöldségnövényekre érthető. Térségünkben ez a fajz, dusnok, bátya környéki területekre jellemző. A napokban kormányhatározat született arról, hogy tartósan vízhiányos állapot uralkodik a földeken, így most az állam pályázati lehetőségekkel siet a gazdák segítségére. A kormány is próbálja támogatni a gazdálkodókat bizonyos intézkedésekkel, például, hogy az alapdíjnak a 70%-át azt átvállalja az állam, igazából csak a 30%-ba kerül a gazdálkodóknak, illetve a vízkészletjáróléknak a 100%-át most április 1-től, amióta tart ez a tartósan vízhiányos állapot egész Magyarországon, a vízkészletjárulék 100%-át az állam átvállalja. A szakértő hangsúlyozta, augusztus óta nem esett a térségben számottevő csapadék, így 100-120 mm eső hiányzik a talajból országszinten. Erre 40 éve nem volt példa. Az öntözés népszerűségét hátráltatja annak magas költsége, illetve a bonyolult engedélyeztetési eljárás. Utóbbi hamarosan gyorsabbá, egyszerűbbé válhat. Az állam ezt felismerte, a magyar kormány ezt felismerte, és nemzeti öntözési központot fognak létrehozni elméletileg az idei év második felében, és ez a NAIC, az a Nemzeti Agrár Innovációs Központ, amit ugye a Gyurizza Csaba vezet, alájuk fog tartozni, és megígérték, hogy az engedélyek kiadásában egyszerűsíteni és gyorsítani fognak ezekben. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy pályázathoz elvi vízjogi engedély szükséges, nekünk hogy bebírjuk adni egy ilyen vízgazdálkodás pályázatot, és 4-6-8 hónap is volt, amíg a szükséges papírokat a gazdálkodó bebírta szerezni most több helyről. Úgyhogy ez elég lassú folyamat volt, és ezen próbálnak most gyorsítani, egyszerűsíteni. A vízügyi szakmérnök kiemelte, az engedélyezési eljárás valóban hosszadalmas, azonban nem elhagyható. A vízügyi hatóság által kiadott üzemelési vízügyi engedélyekkel rendelkezni, amit ugye megelőznek egyéb más engedélyek, ilyen mint az elvi vízügyi engedély, ami a pályázathoz szükséges engedély, illetve a beruházás megvalósításához az üzemelési, illetve a létesítési vízügyi engedélynek a megszerzése. A témáról készült hosszabb összeállításunkat az április 15-i gazdasági magazin műsorunkban tekinthetik meg.